Tisztelt emlékezők! Tamási Város önkormányzata és a Művelődési Központ nevében tisztelettel köszöntöm Önöket mai megemlékezésünkön. A magyar kormányzat 2000-ben határozott arról, hogy április 16-a a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja legyen, 1944-ben ugyanis a náci megszállókkal együttműködő magyar közigazgatás és rendvédelem tagjai ezen a napon kezdték meg az első gettók és gyűjtőtáborok felállítását a korabeli Magyarország északkeleti és kárpátaljai területén. Tamásiban 1944. július elején kezdődött a deportálás, ezért városunkban ezen a napon emlékezünk a történelmi eseményekre és az áldozatokra ezen a helyen, ahol 1872-től 1951-ig a Tamási Izraelita Hitközség zsinagógája állt, és ahova Tamási Város önkormányzata 2004. július 4-én emléktáblát helyezett el az ártatlanul elhurcoltak emlékére. A Tamásiból 1944. július 6-án deportált zsidók többsége nem mondhatta el, hogy teste a magyar földbe süppett el, mint a fenti vásorok gazdája Glatter Miklós. 75 évvel ezelőtt, ezen a napon, július 4-én a német megszállás után pecsételődött meg a tamási zsidó közösség sorsa. A Kossuth tér, az Eötvös utca és az Arany János utca által határolt gettóba 184 személyt gyűjtöttek össze, majd két nap múlva elszállították Auschwitzba. Kleny István adatai szerint a 184 főből 32-en maradtak életben, 2004 évben összesen a túlélők közül 10 főről volt tudomás. A holokauszt tamási áldozataira emlékezünk ma, mely összefonódik a náci Németország által kontrollált területeken a II. Világháború alatt végrehajtott, a nemzetszocialista kormány által eltervezett és irányított népirtással, melynek közel 6 millió európai ember esett áldozatul, csupán zsidó származása miatt. Közülük mintegy 600 ezer magyar. Magyarországon a zsidóság lélekszáma a századforduló táján 1900 körül megközelítette az 1 milliót, ami az összlakosság mindegy 8%-a volt. Ma a holokauszt és a kivándorlás következtében létszámuk a becslések szerint 80-90 ezer lehet. Közülük 70-75 ezeren élnek Budapesten, mivel a vidéki zsidóságot a fasiszták deportálták, és közülük csak kevesen tértek vissza. Kánémet András a tamási zsidóság történetéből cikkében olvashatjuk, hogy a zsidóság a 19. század végén és a 20. század elején Tamási életében fontos szerepet töltött be. Bizonyos értelmiségi pályákon meghatározó volt a számuk. Váradi János tamási orvos kutatásai alapján tudjuk, hogy több zsidó származású orvos dolgozott a városban. A kereskedők között is számos zsidó boltos találunk. Kleny István visszaemlékezései szerint döntő helyük volt az élelmiszerkereskedelemben, a vaskereskedelemben, ipari vállalkozásokat működtettek, sajtüzemet és nyomdát is. Ezáltal meghatározó szerepük volt tamási gazdasági életében is. Gondolatban és lélekben tisztelgünk a holokauszt áldozatainak, és küzdjünk azért, hogy emberek tömegei többet ilyen értelmetlen halált ne szenvedjenek. Az áldozatok előtti tisztelgés csak egyik része emlékezésünknek, a másik a jövőre vonatkozó feladat. Csak reménykedhetünk abban, hogy a gyermekeink lelkében, minden egyes korosztály lelkében újra és újra felépítsük azt a gátat, mely megállít mindenkit ilyen cselekedettől. Nem azért emlékezünk, hogy bűntudatot keltsünk a felnövekvő fiatal generációban, hanem azért, hogy felelősségérzetet ébresszünk bennük.